szekrény fölött bekeretezve két oklevél, amelyik ez bizonyítandó, hogy a vargyasi négy szólamú férfi Balázsa milyen hívő volt. Akárcsak az udvarhelyi férfi kónus, aki úgy, ahogy elhangzott, Varga István, tudósításában, elnézést nem akarok hazafordítani, inkább a tempének. Tehát, és ez a, mondjam úgy, énekkar működött egészen a háború befejezték után, akkor ugye a semmik vagyunk, minden lettünk, lettek az urak, akkor az egyházakat ugye kezdték kiszorítani a perifériára, vagyis nem lehetett. Viszont az egyház keretén belül a mindenkori kantorok működtettek úgynevezett dalcsoportot, dalárdát, és nem tudom mennyire ismerős önöknél, a Passió, tehát Jézus szeretésének a története. Itt az egyik tettes, aki benne volt, ugye több mint 10 évig énekelték a udvarhely köri lelkészek nagy héten azt a Passiót, Vargason is két alkalommal is elhangzott. Hát a mi dalcsoportunk is próbálkozik vele, hát kérem szépen, nem is az a lényeg, hogy milyen magas szinten, hanem az, hogy akar az ember valamit. És ez a csapat, ahogy látom, már nem mai eredetű, olyan közösség, ahol jól érzik magukat az emberek. És én örvendek annak, mindannyian a vargyasiak is, akik itt voltunk, olyan élményben volt részünk, amiben tudtunk gyönyörködni. Önök is gondolom, amit láttak, hallottak, unikum, mert ha nem jártak még ebben itt, akkor először találkoztak, és hát élünk úgy, ahogy lehet, viszont minden felőlünk csípnek, rúgnak, harapnak minket, szegény magyarokat, ugye? De hát Széchenyi mit mondott? Minket más nem győzhet le, csak saját magunkat teszünk tönkre. Röviden, talán ez lenne a lényeg. És az egyházak, hála Istennek, hát ugye mi történt Vincentibe, a többiekkel, és hányat ugye annak idején. Hát most a kultúra, az egyház, az a nemzet, az mindig együtt tartozott. És ezt próbálta megbontani az az eszme, amely megbukott. Mert a Lenin szobor emlékeznek ugye, és a csibész kiment minden nap oda is nézte. Hát a belügyisek rögtön rácsaptak, hogy mondtad valamit akar. És civilbe beöltöztek, és csak ugyanaz a figura ott van, benyúl a zsebbe, mikor nem látott senki, valamit írt. Mit írt a szobor tablat talapzatnak? Illich, ne röhögj, mert semmi sem örök. Ilyen apró dolgokból terődik össze, és az élet kemény dolgai közé kell az oldószer, kell a zene, amely mindenkié, örömben, bánatban, mindenben keresd a zenét, mert az fölemel, megerősít. És milyen nagyszerű dolog, amikor együtt énekelnek. Együtt énekeltünk legénykorunkban, még egy-egy üveget földhöz is vártunk. Hát kérem, vitézkedtünk, ugye? Vagy voltak a katonabúcsúztatók, voltak a lakodalmak keresztelők, vagy a kalákák, cséplés, ilyen-olyan dolog. És az egyház volt mindenütt jelen. A plebános, a lelkész, a pap, a lelkipásztor, az örökké ott volt, és ma is ott van. És ugye nem mindenki fogadja el neveltetésénül fogva az, hogy az egyház újra ott van. Mert a Káténkban is van, nem létezett olyan nép, amelyiknek vallása ne lett volna valamilyen formában. És ma is kell lennie. Az, hogy milyen formában vallja meg az ő hitét, az húszadrangú. A lényeg az, hogy higgyünk. Higgyünk egyik a másba, higgyünk a szeretetben, és az a nagy húsvéti feltámadás. Az, hogy egyik így, a másik úgy, és a
legátusunk, ez itt volt húsvétkor, Kolozsvár, egy Segesvár élő fiatal ember, nagyon ügyesen megfogalmazta, az evangélium támadjon fel bennünk, mert élünk, és amíg élünk, ennek a szellemnek kéne munkálkodni. Köszönöm. Lóra. Nem, egy kicsit, éppen egy perc, jó. Most már önök, most jönnek mi? Na jó. Ez az a lakás, ahol Kis Károly, akiről tiszteletes úr beszélt, született, ez volt a szülőháza, kint a tábló is jelzi a falutalan. Hát akkor énekeljünk együtt egy éneket, aki tudja, kapcsolódjon be. Egy amerikai énekeskönyvből, unitárius énekeskönyvből magyarra van fordítva. A Unitárius Világnő Szövetségnek Marosvásárhelyen tartó konferenciáján ez volt a közös ének, angolul és magyarul. Akkor látom én. Ez is a látás,